Köszöntöm a Cikádon magazin nézőit! Többek között a város gazdasági társaságainak működéséről, az elmúlt esztendő adózási eredményeiről és a gondozási központ munkájáról hallgattak meg beszámolót az önkormányzati testület tagjai. A képviselőtestület döntött arról is, továbbfejlesztik a művelődési házat. Beszámolt 2018 évi elvégzett tevékenységéről a Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai stábja. A szolgálat 5 településen látja el feladatait. Az év során 2118 ügyfél vette igénybe a szolgáltatásokat. Ez 118 alkalommal több, mint az előző esztendőben. Borosné Simon Zsuzsanna, a szolgálat vezetője arról beszélt, hogy tapasztalataik alapján elsősorban az idősebb korosztályban növekedett az ügyfelek száma. Az előző években inkább a kisgyermekes családokkal foglalkoztunk, viszont a tavalyi évben egyre több jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy segítségre van szüksége akár egyedülállóknak, akár időseknek, és itt legfőképpen egészségügyi problémák, illetve egyedülállók esetében szintén az egészségügyi probléma, illetve amiben a segítségünket kérték, azok az otthoni elhelyezések, az idős otthoni elhelyezések. Hát sajnos itt el kell mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz területe a mi szakmai tevékenységünknek, hiszen azt látjuk, hogy be van dugulva a rendszer. A tavalyi évi beszámolók sorában kiemelkedő fontosságú volt az adózásról szóló. A statisztikai adatok azt mutatják, megnövekedett a város iparűzési adójából befolyt összeg, ami érinkülő gazdasági környezetet jelent. 2017-es évhez képest 63 millió forinttal több bevétel maradt az önkormányzatnál, ebből 60 millió forint a helyi iparűzési adónemből származott. Mondhatni azt, hogy ez az adó nem teszi ki az önkormányzat adó bevételeinek a 80%-át. A másik nagy adónemünk a magánszemélyek kommunális adója, ez 2013 óta 13 ezer forint per év. Itt a bevétel a 18-as évben 32 millió forint volt, összesen 300 millió fölötti az adóbevétel 18-as évben Bátaszéken. Iparűzési adóban azt mondanám, hogy a 17-es évhez képest egy növekvő tendenciát mutat a bevételeknek az alakulása. Az általunk beszedett adóból ugye tud az önkormányzat költekezni, tehát beruházásokat megvalósítani, intézményeket fenntartani. Így például a művelődési ház további korszerűsítését is meg tudja oldani az idei esztendőben az önkormányzat. A modernizálás ezúttal a fűtési rendszert érinti. Ami azt jelenti, hogy az első ütemben a színházterem, irodahelység, illetve egyéb helységeknek a fűtése lesz megújítva, így gyakorlatilag egy új gázkazán kerül elhelyezésre, illetve a régi gázkazán is üzemben marad, a hátsó épületszárnyat fogja ellátni, mert ott a tervek szerint egyéb bővítési munkálatokat tervezünk majd a következő időszakban. Ennek a munkának a bekerülése költsége közel bruttó 12 millió forint. A munkáknak a befejezése az a fűtési szezon megkezdésére várható. Ez nagyjából egy szeptemberi kezdést jelez előre. További fűtéskorszerűsítést is tervez a város. A Budai utcában lévő társasházban kezdődhetnek majd meg a munkálatok. A Budai utcában lévő önkormányzati lakásokban a gázkozánok cseréje meg fog történni. Itt egy közel 4 millió forintos beruházás fog lezajlani a Bátkom Kft. Került megbízásra tekintetben. A lakók gyakorlatilag egy korszerű gázkazánt kapnak, ami a fűtésben ugye egy változás jelent, leginkább ugye a felhasznált gáz vonatkozásában megtakarítást érhetnek el, tehát kevesebb kiadásuk lesz a gázszámlán. A gondozási központ mellett a város gazdasági társaságai is elkészítették beszámolóikat. Két ilyen gazdasági társaság van, egyrészt a városüzemeltetési feladatokat ellátó Bátkom Kft., aki amellett, hogy városüzemeltetést lát el, intézmény működtetést végez, sportcsarnokot üzemeltet, tanúszodát üzemeltet,
igen szertágazó feladatokat lát el. Közel 200 millió forintos árbevétellel dolgozott a 2018-as esztendőben. A számok alapján megállapítást nyert, hogy nyereséggel tudta a 2018-as esztendőt abszolválni, ami azt jelenti, hogy stabil pénzügyi és gazdasági háttérrel rendelkezett ebben az esztendőben, és szakmailag elvégezte mindazokat a munkákat, amit a tulajdonos Bátaszik Város önkormányzata számára meghatározott 2018-ban. A Marketing Kft. Is megtette a beszámolóját, ugye ez a gazdasági társaság ebben a ciklusban került létrehozásra. Fő feladata a város közművelődés életének szervezése, rendezvények, programok szervezése, város marketing feladatok ellátása. Stabil gazdasági háttere volt 2018-ban, nyereséggel tudta zárni ezt a gazdasági esztendőt, és szakmailag úgy ítéltük meg, hogy maximálisan teljesített a gazdasági társaság és természetesen a kollégák. Úgy gondoljuk, hogy a feltételeket 2019-re is tudtuk biztosítani, így ha nem jön közbe semmi rendkívül esemény, akkor ugyanezt a színvonalat tudják ebben az esztendőben is nyújtani. Egy újabb emlékmű felújítására biztosít majd forrásokat a testület. A II. Világháborúban tragikus körülmények között elhunyt bátaszéki fiatalok emlékművét újítják majd meg, mely egy mezőgazdasági területen áll. A munkálatokra a mezőgazdasági idény befejezése után kerülhet majd sor. A német testvérvárosból, Bézigheimből érkeztek gyerekek, akik Magyarország turisztikailag ismert helyein kívül a helyi értékekkel is megismerkedtek. A kapcsolat elsősorban a nyelvtudás elmélyítését szolgálja, emellett a személyes kapcsolatok erősítését is célozza. A bézigheimi gyerekek érkeznek a polgármesteri hivatalba. A német testvérvárossal 1992 óta van kapcsolata Bátaszéknek, és az iskolások kapcsolata az alapja a jövő generációk együttműködésének. Az elődök már látták, hogy hosszú távú kapcsolatot az ifjúságra lehet építeni, és már ettől az időponttól aktív, élénk élet van az iskolák között, melynek köszönhetően minden esztendőben úgymond oda-vissza meglátogatják egymást egy meghatározott korosztályban élő gyerekek. Egyrészt nyelvtanulási szempontból a mi oldalunkról, hiszen így jobban tudják gyakorolni a német nyelvet, másrészt megismerik egymás települését, megismerik egymás kultúráját. Ebben az önkormányzati ciklusban mi is törekedtünk szorosabbra fűzni Bézigheimmel a testvértelepülési kapcsolatot. Úgy gondolom, hogy ezt sikerült is. Kicsit személyesebb, kicsit közvetlenebb lett a hangulat a két település vezetése között, és hát nagyon remélem, hogy a mai látogatás kapcsán lesznek majd olyan diákok, akik esetleg barátságot tudnak kötni, és megalapozzák majd a két település hosszú távú kapcsolatát. Az iskolában folyamatosan dolgoznak azon, hogy ez az együttműködés szoros maradjon. Zeihel Néheimann Henrietta azt mondja, az a tapasztalat, hogy a 12 éves korosztály nagyon büszke arra a nyelvtudásra, mellyel a kapcsolatokat tudja építgetni. A gyerekeket már előre kell motiválnom, tehát évekkel előtte már negyedikes korukban, ötödikes korukban is beszélek arról, hogy ez egy csodálatos dolog, és hogy minden gyerek nagyon jól érzi magát, és hogy hangolja rá magát arra, hogy képes lesz ezt a feladatot végigvinni, mert nem olyan egyszerű dolog egy idegen családba, egy idegen kultúrába belecsöppenni 12 évesen, és én mindig azt mondom, hogy aki ezt meglépi, az egy óriási erőpróbában túl 12 éves korában. Itt már olyan barátságok szövődtek, 20 év alatt, én 20 évet csinálom a volt kolléganőmmel, hogy tényleg nagyon sok érzelmi dolog szál köt össze bennünket, úgyhogy én azt gondolom, hogy az emberi tényező, ezek a kapcsolatok nagyon-nagyon lényegesek. Balatonpécs, Budapest és természetesen Bátaszék ikonikus épületeinek bemutatása szerepelt a programban. Emellett kézműveskedés és közös fürdőlátogatáson is. Részt vettek a bézigheimi gyerekek. A reklám után az idős vasutasok találkozójára és az óvodások ballagására is ellátogatunk. Jövünk mindjárt! Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Már a gyerekek is megtalálhatják kedvenc játékaikat újonnan nyílt osztályunkon. Étkező konyha vagy fürdőszoba berendezés, tisztítószer. Nálunk mindent megtalál, amivel szebbé varázsolhatja otthonát. Ajándékot szeretne szeretteinek? Akkor is nézzen be hozzánk.
Ezen kívül kínálunk komplett hőszigetelő rendszert nemes vakolattal, festékeket széles választékban, gépi színkeveréssel több ezer színárnyalatot választva. Forgalmazunk villanyszerelési termékeket, kötő és rögzítő elemeket, építőipari anyagokat, fenyő-fűrészárut. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, azt azonnal megrendeljük és napokon belül a rendelkezésére bocsátjuk. Termékek A-tól Z-ig a Bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Folytatjuk a Cikádor magazint. Nem, vagy csak nehezen jönnek ki a nyugdíjukból, a család pedig kevés idős embert tud támogatni, ezért szükség lenne a nyugdíjvédelmi programra. Többek között erről volt szó a Bátaszéki Vasutas Nyugdíjas Klub taggyűlésén. Elhangzott, az infláció követő nyugdíjemelés bevezetése óta hatalmas különbség alakult ki a bérek és a nyugdíjak között. Volt, aki gitárszólóval, más humoros, tanulságos mesével szórakoztatta a Bátaszék Vasutas Szakszervezet nyugdíjas csoportjának tagjait. Szükség is volt a vidám percekre. A nyugdíjasok legutóbbi taggyűlésén ugyanis számos probléma került elő, így például az, hogy klubként működjenek-e tovább annak a reményében, hogy akár több támogatást kaphatnának működésükhöz. A pénzügyi helyzetünk jó, mert az alapszervezet, ami tagdíjakat fizetnek, abból beforgassuk, most is majd kapnak a tagok egy-egy kis utalványt, amit elmehetnek a boltba levásárolni. Hála Istennek, így tudunk gazdálkodni. Hát, hogy ki kell tartsuk a kapcsolatokat? Hát, nagyon nem tudjuk tartani a kapcsolatokat a másik csoportokkal, méghozzá azért nem, mert anyagi oka van. Mert ha meghívunk egy csoportot, Bátaszéken több csoport létezik, ha meghívunk egy csoportot, azt igenis vendégül illik látni. És ha nincs miből, akkor nem lehet vendégül látni senki. A taggyűlésen szóba kerültek az alacsony nyugdíjak is. Sokan panaszkodtak arra, hogy nem, vagy csak alig tudnak kijönni ellátásukból. Többségüket a család sem tudja támogatni. Ugye a nyugdíjasok nehezen jönnek ki a nyugdíjukból. Ez így is volt, és így is lesz sajnos. Hát nem tudom, hogy a nagyjaink mit adnak majd évvégén nekünk megint. Ígéret van, hogy valóság mi lesz, az majd kiderül akkor, ha megint. A szakszervezeti vezetők kiemelték, feszültség van a több mint 10 éve elment nyugdíjasok és a nemrég nyugdíjba vonultak között is, ám a problémáikról nem tudnak kivel egyeztetni. Nincs országos érdekegyeztetése gondolatban. Ez egy óriási nagy probléma. Ha ebben az országban az a nyerő, aki a Kossuth teret megtölti, illetve csak az a nyerő, akkor kollégák, van egy rossz hírem, fotelforradalmaságnak vége, föl kell állni a forradalom, vagy a fotelból, azt el kell venni a Kossuth térre. Januárban 2.156.000 nyugdíjas átlagosan 130.500 forintos ellátást kapott havonta. Idén januárban a nyugdíjak 2,7%-kal emelkedtek. Éppen ezt tartják a legfőbb problémának az érintettek. Azt mondják, az infláció követő nyugdíjemelés bevezetése óta hatalmas különbség alakult ki a bérek és a nyugdíjak között. 2015-től az intenzív béremelkedések hatására a bérek és a nyugdíjak gyakorlatilag két teljesen külön pályára kerültek. Míg 2014-ben az átlag nyugdíjas megkapta a nettó átlagbér 76%-át, addig ma az átlagos nyugdíj az átlagos bér mindössze 57%-a, és ez 15-20 év múlva a szakértők szerint 50% alatt lehet. A ballagás mindig egy életciklus lezárását jelenti, bár az eredendően középiskolás ünnep az idők során átvették az kisiskolások is, és ma már az óviból is elballagnak a legkisebbek. A hatás itt sem marad el, a szülők pont úgy elérzékenyülnek, mint az érettségiző gyerekük láttán. Minden család életében fontosak a gyerekek ballagásai, legyen szó akár általános iskolásról, egyetemiről vagy éppen óvodairól. Ezekre a napokra a család színejava hosszasan készül, és mindenki elmorzsa néhány örömkönnyel. Olyan, mintha egy szakaszon túl lennénk. Rossz is, meg nem is. Örülünk is, hogy iskolás lesz,
de viszont kicsit rossz, mert ugye nagyobb lesz. Idősödik. Merre tovább? Változik az általános iskolába, és utána meg ki tudja. Az óvodai ballagások legbüszkébb résztvevői nem ritkán a nagymamák. És hogy amilyen megmozdulás történik itt az óvodán belül, mi mindig részt veszünk, mert imádjuk őket. És most is szeretettel jöttünk. A gyerekek közül sokan persze már nagyon várják ilyenkor az iskolás évek megkezdését, és nincs ez másként a család fiatal tagjait felcseperedni látó büszke rokonokkal sem. Most, amit hallottunk a versükben, még a elbúcsúzásukban, hát azért várják az iskolát. Főleg a milyenki, ő már 7 éves lesz, évvesztes, igen, ő már sokat komolyodott is, meg nagyon élénk kislány, meg nagyon okos. Úgyhogy azt szeretettel nézzük mindenhol. Bárhova megy, mindenhova kísérjük. Ez a mai nap azért ez igen nagy jelentőséggel bíró esemény itt az óvodánk, meg a gyerekek életében. 9 csoportunk van, ebből a 9 csoportból idén 7 csoportból ballagnak gyerekek. 46 kisgyerek kezdi majd meg az iskolát idén szeptemberben. A gyerekek természetesen már napokkal a nagy nap előtt elkezdtek felkészülni a ballagási műsor nagy közönség előtti előadására. Minden csoport külön-külön készül erre a napra. Ugye mi sokan vagyunk, tehát nem megoldható az, hogy együtt az egész óvoda, mind a 7 csoport közösen búcsúzik el az óvodától, a pedagógusoktól. Minden csoport tényleg a maga kis berkében, a szeretetteljes légkörben búcsúzik el az óvonéniktől, illetve hát fordítva a szülők elbúcsúznak az óvodától, a pedagógusoktól. Tulajdonképpen egy hét, ami úgy intenzíven megelőzi ezt az eseményt, de a gyerekek már egész évben készülnek, tanulnak verseket, meséket. Ez az utolsó egy hét, két hét, ami ténylegesen a mai napra való felkészülést szolgálja. Bár a Bátaszék Jóvitól most jó néhány leendő kisdiák vett végső búcsút, az intézmény falai ettől függetlenül jövőre sem maradnak üresen. 46 gyermek megy majd iskolába, 45, mindegy, tehát 45, ugyanakkor 46 kisgyerekre számítunk 3 évesre majd szeptembertől, illetve folyamatosan jönnek gyerekek december 31-ig, és előreláthatólag 225-nél valamivel több kisgyermekünk lesz. Ez a 225, ez a maximálisan felvehető létszám, tehát függetlenül attól, hogy elbúcsúzunk, elköszönünk gyerekektől, megtelik az óvoda szeptemberben hasonlóképpen. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!